Na, jöttem a kereskedőhöz. Ez a kinyújt kabátos kis csákó. És megpróbálom eladni a szajrémat. Gyártottam ugye ilyen 49-et ér egy, meg kicsit már megromlott, gondolom. Azt a büdös 36-ot gyártottam. Ez 1764 lóvé. Hát ez nem rossz. Ez nem rossz. Pénzügyben egyébként egészen jól lehet fel, bár nem tudom, úgyisten igazából még nem vásároltam, tehát nem tudom, mik lesznek az árak, lehet, hogy brutál drága lesz minden, de már van 6000 pénzem, úgyhogy egyelőre kb. Semmit nem csináltam a játékban. Néhány ilyen kis basic zöldséget eladtam, majd kiderül, hogy ez mennyire minősül soknak, és hát próbálom akkor vadászni a következő küldetést, illetve... Chat... Úgy próbálok mindig minden nap valakivel jó pofizni, hogy... Ja igen, is el akartam adni a régi cuccaimat, de jó, hogy eszembe jutott. Itt a régi baltám. Nagyon jó. És ez a kalapács is. Szintén eladom. Nagyon jó. Mert ugye a baltából meg a kalapácsból találtam arany verziót, és erre már nincs szükség. Úgyhogy jó, hát próbálok felfedezni. Na, amit még észrevettem, hogy néha itt-ott-ott megjelennek ilyen bogarak. Meg igazából a békát is próbáltam lecsapni, de nem tudtam. Tehát simán lehet, hogy azoknak ez a megoldás fog beválni, ez a bogárháló, vagy lepkeháló, vagy nem tudom mi. Ehhez kell nekem kötél. Kettő. Most csináljunk csak annyit, amennyi szükséges, hogy ne kelljen sokat várni. És azt hiszem még... Húha. Most így hirtelen elfelejtettem, hogy mi kellett még hozzá, de majd mindjárt megnézzük. Azt hiszem duct tape. Hol is volt, itt van, és igen, egy darab. Azt hiszem ez nem, de egyesével gyártja. Hát ezzel ilyenkor időt tudunk spórolni, meg ha előre legyártok rarcsokat, akkor csak a slotokat foglalja a ládákba. Igazából a lényeg az, hogy nyersanyagból legyen mindenhez. Na kíváncsi vagyok, most legyártok egy ilyet, és meglátom, hogy ezzel mondjuk egy békát el tudok-e kapni esetleg, mert eléggé jó lenne. Most már kb. Fullon lesz ez a gyors elérési eszköztáram. És egyébként közben meg rájöttem, hogy ezt a machetét is el kell adnom, mert igazából ez teljesen mértékben kiváltja a kard. Tehát ez egy ugyanolyan eszköz, csak egy fejlettebb. Tehát ezt amikor néztem még ott a machetét az inventory, vagy a gyártató termékek listájában, az egy teljesen vakvágány volt. És amit még szeretnék, itt amikor farmoltam a bányában ebbe a dungeonbe, akkor találtam egy pár aranyat, és a négy ilyen aranytömböt tudtam csinálni. És igazából arra lennék kíváncsi, hogy ugye most tök jó, hogy nekem van baltám, meg kalapácsom, meg ilyesmim, de hogy csákány lenne nagyon jó, ha tudna nekem arany lenni. Mert nagyságrendekkel erősebb ez az arany balta, mint a normál iron. Hát nem, mert ugye valamiért neki mindegyiknek ez a leather kell, nem, ez speciál troll, ilyen finom troll bőr, vagy nem tudom, hát még csak sima leatheröm sincs, nem, hogy troll bőröm. Nagyon örülök. Hát kár, mert ez a csákány, ez nagyon, nagyon jó lenne nekem, mondjuk egy kulcsot még gyártsunk már le, mert van nálam egy darab, azt hiszem. Igen, nem árt azért, ha van több. Jó, hát akkor ez most így nem fog sikerülni sajnos. Viszont megint irodatlan mértékben megnöveltem a telkemet, és az a baj, hogy most már nagyon jó lenne ilyen öntözőberendezés. Egyébként tegnap egész nap esett, tök jól jártam, reggel meglocsoltam, ahogy elindultam, elkezdett esni, és ugye esett, mit tudom, este 10-ig, utána meg elállt, és akkor ma meglocsolhatok újra, úgyhogy Isten király. Ami viszont sikerült, hogy még egyszer voltam dungeonbe, és ezekből, ha összejön 6 darab, ezekből a ritkább cuccokból, ez speciál cukkini, ez nem tudom micsoda, őszinte leszek, ez annyira nem ismerem, viszont paradicsomból kéne még, tehát most megint csinálok kettő új mezőt ide oldalra, és ezeket a ritka cuccokat elültetem már csak azért is, hogy teremjen az a növény is, mert ha egyszer csak valaki előáll, hogy neki olyanra volna szüksége, és olyat szeretne tőlem küldetésbe kapni, akkor tök király lenne, ha tudnék neki adni, és nem akkor kéne elkezdeni vakarozni, hogy húristen, mit csináljak, meg hát ki tudja, abból is lehet bármit termelni. Igen, ez még kevés lesz. Viszont az a baj, hogy egyelőre ilyen ipari mennyiségű öntözés kell majd, és aztán tartok tőle, hogy ha már kész lesz az öntözőm, akkor ugyanaz lesz, mint más játékokban, hogy valahol egy ilyen ás, ilyen, hogy mondjam,
mi a franc ez, veteményesek körül kell majd elhelyeznem, mert hogy feltételezem, hogy egy bizonyos sugarú körben fog ez hatékonyan locsolni, tehát majd az egészet megint szervezhetem át, hogy ilyen kis köröket építek, de hát mindegy, ez van. Amíg nincs nekem olyanom, addig nem tudom, hogy hogy működik, és addig kénytelen vagyok ezt így megoldani. No mindegy, ezt a kettő új eszközt szintén, vagy ezt az új, két új... Ó, ez nem jó évszak! Egyen meg az uzádat, erre nem figyeltem. Ez micsoda? Nyár vagy ősz? Hát jó, akkor majd hamarosan. Akkor most az ott üresen marad. Jó, hát megint egy fél óra locsolás sajnos, aztán majd még kitalálom, mit csináljak. Azt eddig még nem nagyon említettem, hogy ezeket a nagy levelű növényeket, ezeket mindenhol érdemes kitermelni, ha láttunk valahol, akármilyen színű, mert az valamelyik ilyen gyógynövény levelet, valamelyik cukrot, valamelyik pedig zsírt tartalmaz, illetve ezek a tüskés növények is általában zsírt szoktak adni, ami elég ritka, elég sok kell belőle, mert ez a duct tapehez, ez a ragasztószalaghoz erre van szükség, és hát ipari mennyiségben lenne rá szükség. Most az elektromos képességemet, vagy az elektronikai tudásomat próbálom fejleszteni, és ahhoz ilyen, hát egyelőre kb. Amit gyártani tudok, csak az elektromos kábel, és ez nagyon sok duct tape kell, úgyhogy most így igyekszem nekiállni ilyen zsírt szerezni, vagy farmolni, vagy összeszedni, de egyelőre ez nem nagyon sikerül. Ez micsoda? Ez korábban még, milyen jó, ez nagyon rég ejthettem itt le, valószínűleg nem volt elég helyem, és na itt van az a tüskés növény, azt hiszem ebbe van zsír. Igen, az eléggé szükséges. Tehát ezeket a nagy levelű cuccokat is időszakosan azért zúzzuk le, és majd mindjárt elmegyek megint a városba, mert ilyen ipari mennyiségű gyümölcssalátát gyártottam megint. Ugye a hatalmas farmon van, és a legalapvetőbb zöldségekből lehet ezt a gyümölcssalátát megcsinálni, és egyébként elég jó pénzt lehet belőle csinálni, tehát ez elég jó biznisz. Ezeket a virágokat is érdemes összeszedni, mert hú, nem is tudom, hogy mit, de valamit ebből lehet csinálni, majd megnézem. És ezt a cseresznyét is, ezt nem annyira értem, hogy miért bokron terem, de mindegy, a cseresznyét is fel tudjuk használni ilyen, azt hiszem az is gyümölcssaláta, nem, az a gyümölcssaláta, a másik az nem gyümölcssaláta, csak saláta. Ide egyszer már bejöttem, és hát ilyen nagyon laza, ilyen dolgokat kell ide tenni, hogy gyémán nyaklánc, meg mit tudom én, villámkard, meg ilyesmi, szóval ez egy igen magas szintű kimaxolása a történetnek. Mondjuk ide még nem jöttem le. Aha, itt lehet folyamatosan adományozni. Na jó, ez azért jó, mert akkor majd elkezdem ezt feltölteni egyelőre, kb. Francot se tudok ide rakni. Tojás, teljes üveg, fűszer, és akkor gondolom időszakosan talán kapunk valami bónuszt. Hát ez egy ilyen nagyon tipikus húzás, nagyon sok játékban van ilyen. Én úgy kb. Amennyire így ránézek, semmit nem tudok egyelőre ide rakni, amit gyártani tudnék. Jó, hát majd idővel, de itt elég nagy üres terület van még, ez nem tudom mit, sorban állók szoktak lenni, vagy ott majd még lesz valami. Jó, hát szóval ez azért még odébb van, ez a történet. Menjünk akkor, közben azt akartam mondani, az jutott eszembe, lehet, hogy rosszul emlékszem, de mint hogyha valaki azt mondta volna, hogy elkészült a kikötő, de lehet, hogy nem ez, hanem ott a kalóznál készült el a kikötő, de azért lejönnék ide ezt megnézni. Ez micsoda? Ezt nem tudom szedni, vagy ezt már leszedtem az előbb, aha. Jó, hát szóval nézd, na né, má, hát itt vannak a turisták. Azt a büdös, én meg itt rohangálok karddal. Igen, és akkor most mi van? Elhoztok turisták. Hát ez nagyon kemény. Mit lehet ezekkel csinálni? Jó lehúzni őket, valami bóvli szart idehozok, hogy eladjam nekik. Kókuszdiót, figyelj, lerázom a fáról, és csak 10 pénz tele van a táskám. Akkor adok nektek kávét rohadrágán. Nem akartok kávét inni? Van kávé, majmok? Na. Igen, coming from every day. Aha, már csak akkor boltot kéne építeni. Vesznek cuccokat a boltomból. Aha, ilyen vicceseket tudunk nekik építeni, hogy tábortűz, meg sátortábor. Ez nagyon jó, csak... Jézus. Aha, hogy innen el tudnék hajózni, ha lenne hajóm, de nincs hajóm.
Puh, hát csak komolyan mondom, a lehetőségeink vannak itt, hogy ihaj, csuhaj. És honnan lesz hajóm? Hú, hát ez szuper cute, egy csomó ilyen jacht. Várjál, mi volt az? Manager boat here, every island will have a bill like this, the captain to buy a boat. Kapitánnyal kell beszélnem, hogy vegyek hajót. Oké, okay, királyság, hát akkor ide meg föl kell ezeknek a nyomiknak húznom majd sátrat, meg tábortüzet. Egyébként ezekhez van is kb. Nyersanyagom, és akkor ezek itt elhédereznek, meg ide kéne majd tennem boltot. Azt mondjuk nem tudom hogy, mert hát ezt maximum majd nálam följönnek, azt ott vásárolnak. Jó, hát ez tök király. Akkor ezzel is tudunk most már haladni.